Múlt pénteken megnyílt a Szényei Mese tárlat a Józsa András Múzeumban. A kiállítás 80 alkotását másfél évnyi szervezés után sikerült elhozni Nyíregyházára. A tárlat több érdekességet is tartalmaz, például a festő utolsó 1918-ban készült alkotását is. A tárlatról a József András Múzeum igazgatójával Rémiás Tibor úrral beszélgetek, köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Egyik nagy dolog követi a másikat itt Nyíregyházán a, a múzeumban, vagy a múzeum szervezésében. Az önök szemével nézve mennyire számít nagy dolognak most ez a színyei kiállítás? Hát nagy dolognak számít természetesen, országos viszonylatban is. Ugyanis csak Dunántúlon egy helyen Kaposvárot mutatták be, a színyei tárlatot, és itt Dunán innen pedig Nyíregyházán. 30 éve ekkor a színjai kiállítás nem volt Magyarországon, akkor is csak Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában, és hát örülünk már annak, hogy decentralizáljuk a kultúrát, és vidéki városokba is elvisz, elviszünk olyan szenzációs tárlatokat, mint például a színjai merslepál kiállítás. Ugye a felvezetőmben ö, olvastam, hogy másfél évet vet így is igénybe az, hogy ö, úgymond össze tudják hozni ezt a produktumot. Miért kellett ennyi idő rá, ha már volt egy megelőző tárlat? Valamiben mégis más ez a nyíregyházi? Nem, ö, nem sok ez a másfél év. Uh -huh. Tehát egykora ö, hatalmas kiállítás előkészítéséhez a másfél év egyáltalán nem sok kisebb kiállításoknál is nagyon sok előkészületi munka van. Ebbe természetesen a raktárakból, raktárakból, kikerült festmények restaurálása is benne van, benne van a szervező munka. A mostani kiállítás az három forrásból táplálkozik. Egy harmad részét az alkotásoknak, ahogy el is hangzott, hogy 80 alkotásról van szó, azt a Magyar Nemzeti Galéria adta nekünk kölcsön. Egy másik harmadot a megyei hatókörű városi múzeumokból kértük kölcsön, az is több hónapos levelezést vont maga után, már abból kifolyólag is, hogy ugye ilyen jelentős képek általában ugye állandó kiállításokban szoktak helyet foglalni. Tehát az is itt meggyőzése is volt szükség, hogy kivegyék az állandó kiállításból ezeket a gyönyörű alkotásokat. A harmadik forrás pedig a magángyűjtők. Na most mondanom se kell, ugye, hogy a magángyűjtőktől kikunyerált gyönyörű festmények vették el a legtöbb időt, de ennek ellenére nagyon szépen köszönjük, hogy a magángyűjtők akár a Trezorból, akár a saját biztosított lakásukból fél évre írták ezeket a festményeket, alkotásokat és így jött össze. Tehát, hogyha így belegondol az ember, akkor másfél év az nem is olyan sok. Már most ebben az évben elkezdtük a tavalyi év nagy vagy a jövő év nagy attrakcióinknak szervezését, és hát nem árulom el titkot, de a két év múlva sorra kerülő kiállításunkat is már elkezdtük szervezni. A mostani tárlat darabjai valamennyi Magyarországról került ide? Ez valamennyi Magyarországról így van. Így van. Akkor ha... Bocsánat, egy van, tehát a Kárpát-merencéből kerültek ugye ezek ide, Felvidékről, Szlovákiából, Eperjesről van egy vegyes technikájú grafika, amit külön onnan hoztunk el. De az összes többi az Magyarországon megtalálható, de hogy ezeknek a vásárlása, hogy történt, mint történt, ez már sokkal bonyolultabb hogy külföldi aukciókon is előkerültek ugyanis színjei, azért nem csak a felvidéknek a legnagyobb festője, festő óriása, hanem országos hírű, sőt világhírű festőművészről van szó. Hát ez nagy büszkeség mindenféleképpen, hogy a Szabolcsi megyeszékhely egy ilyen produkciót tudott mutatni a művészetkedvelőknek, meg Olyan. talán ezt illene mindenkinek. És itt most gondolok az iskolás csoportokra, akár bizonyára gondolkodnak ilyenben, felveszik az oktatási intézményekkel a kapcsolatot, hogy egy-egy speciális művészettörténet óra keretében a gyerekek meg tudják ezt a tárlatot tekinteni. Tulajdonképpen válaszolt az imént arra, ami egy fontos kérdés, hogy meddig látogatható a kiállítás. A kiállítás három hónapig látogatható, egészen november 24-ig és az előbbi felvezetésére reagálva, tehát maximálisan készülünk a diákoknak a fogadására is, ahogy a munkácsi kiállításhoz, vagy a szehúzókincsek kiállításhoz, vagy a ö, többi nagy attrakciónkhoz mindig szervezünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Akár a jégkorszakhoz is, ami nagy érdeklődést tartott számon a gyerekek körében, tehát itt is többféle múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk, és hát szeretnénk őket egy kicsit, ugye, hogyha eljönnek a múzeumban, akkor egy kis szabad foglalkozással megörvendeztetni. Ezek a foglalkozások teljesen mások, mint hogyha az iskolában történnének, és ezért is nagyon szeretik a gyerekek. Úgyhogy a mi múzeumpedagógusaink már nagyon várják, hogy kezdődjön el az iskola, és hogy jöjjenek, és nézzék meg nem csak a tankönyvekben ezeket a gyönyörű alkotásokat, hanem a maga valóságában is úgy fog működni a látogatási lehetőség, mint a hasonló nagyszabású attrakcióknál, hogy jelentkezni kell. Igen. Ezt mi úgy hívjuk, hogy regisztráció. Óránként 50 látogatót tudunk beengedni a kiállító terekbe. Ezt, ezt többszörös biztonsági okok miatt is garantálni kell nekünk, tehát több embert nem lehet beengedni. És hát a regisztráció azzal nem ö, nehezíteni akarjuk a látogatóknak a sorsát, hanem megkönnyebbíteni. Ugyanis akinek már van időpontja, akkor az biztosan be fog jutni a tárlatra, nem kell várakozni, bár a várakozásra is gondoltunk, mert az aulában két ö, színjeiről készült filmet is vetítünk. Az egyiket éppen mi magunk, a múzeum munkatársai készítették el, ami egy rövide filmecske, amikor az említett eperjesen voltunk, és Jernyén is voltunk, ahol színjeinek a kúriája van, akkor ott egy drónos felvételt készítettünk, ami nagyon szép, és ugye ő a Jernyei parkjában nagyon sok festményt témát adott az a park neki, Úgyhogy ezeket mind gyönyörű szépen megláthatjuk, és mind másképpen, tehát a festményen is, meg a valóságban is, hogy hogy nézett ki a park. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy azon túl, hogy nyilván helyből, vagy a megyéből, vagy a közvetlen megye járás határokon túlról érkeznek majd látogatók. Én azért elbírom képzelni, hogyha 30 éve ilyen nagyszabású, ennyi alkotást tartalmazó tárlat nem volt szényeitől, amit meg lehetett tekinteni, hogy azért egészen távolról is érkezhetnek látogatók, vagy akár szervezett csoportok. Mi ezt így is gondoljuk. <kül> Az egész Dunán inneni megyéből várjuk a látogatókat, már a propagandát is a szomszédos megyékben, óriás plakátokon, meg Facebookon keresztül, tehát mi propagál, propagáljuk, hogy jöjjenek, nézzék meg, mert utána nem lehet tudni, hogy visszakerülnek a raktárakba, visszakerülnek a magángyűjtőköz, hogy mikor lehet így egységesen 80 alkotást látni. Így meg, hogy a Vidor is zajlik, és a színház kedvelők, zenekedvelők. Akár a festészetkedvelői be tudnak látogatni önökhöz. Egy adatot azért hagyd mondjak el, ugye pénteken nyílt a kiállításunk, csak hétvégén már több mint 600-an megtekintették a tárlatot. Tehát két és fél nap alatt. Regisztrálni gondolom, hogy a, a múzeum honlapján. honlapján lehet így. Van. Igazgató, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.